Alapozás Spanyolországban, bomba forma Magyarországon, Dombi Rudolf szem előtt már csak az olimpiai kvalifikációs világbajnokság lebeg, de addig még rögös az út. ...2015 egy igazán komplex, nehéz és nagyon fontos év sportolóink számára. Igaz, ebben a szezonban is vannak világkupák, bajnokságok és versenyek, de talán a legnagyobb jelentőséggel a milánói világbajnokság bír kajakosaink és kenusaink életében. Hiszen az idei VB-n bebiztosíthatják helyüket a 2016-os riói olimpiára. Dombi Rudolf a szokásokhoz híven ismét Sevillában alapozta meg az évet, ahol több mint egy hónapig készülhetett. Kint voltunk Sevillában, szokásos évelei alapozást ott töltöttük. Ez azt jelenti, hogy február 22-én utaztunk ki, és 5 hetet töltöttünk Spanyolországban. Jó volt ez az 5 hét, hogy ott kezdtük az evezést, úgyhogy ezek olyankor mindig új fájdalmakkal járó edzéseket jelentenek. Nagyon jó időnk volt, kint akár volt 25-30 fok is, és onnan abban, hát ugye egy héttel ezelőtti 6-8 fokban elég rossz volt visszajönni. De hát ezt a feladatot is megoldottuk, és most már kezd tavaszodni. Igaz, már több mint 5 hete vízen van, és rendszeresen vannak kajakos edzések, azért az alapozásnak még nincs vége. Ráadásul a spanyol meleg után, ahol néha 30 fok körüli hőmérsékletet mutatott a hőmérő, meg kell szokni a hazai, hűvösebb klímát is. Azt gondolom, hogy jó alapot sikerült szerezni, ez még annyira nem jött ki, mert még mindig ugye az alapozásban vagyunk félig meddig. Komoly feladatok állnak még továbbra is előttünk, itt a formaidőzítés tekintve nincs sok időnk, de még mégis van pár hetünk bőven, amiben azért sok minden belefér. Tehát nagyon kettős a szezon, mint ahogy általában, csak mindig más a feladat, amit meg kell oldani. Az idei versenynaptár hiába kezdődik a május elejei Európa-bajnoksággal, Rudi több versenytársához hasonlóan kihagyja a kontinens viadalt. A rassicei esemény keresztbe húzná a sportolók felkészülését, így a felnőtt keret első versenye még várat magára. Szép fájdalom, igen, mert egy Európa-bajnokság, és az ember mindig szeretné az országot képviselni, és a lehető legjobb eredményt elérni. Azonban nem fér bele tényleg úgy a felkészülésben, hogy a válogatókhoz, illetve a VB-hez, Bakuhoz stimmeljen, úgyhogy hát ki kell hagyni, tehát ez tényleg egy jó józan döntés, persze sajnáljuk, hogy nem lehetünk ott. Igaz, Rudi számára az Európa-bajnokság kimarad, ez mégsem jelenti azt, hogy pihenés és lazítás következik, hiszen olimpiai bajnokunk előtti sorsdöntő események állnak. Mostanához egy körülbelül 4 hét múlva lesz egy válogatóverseny, ami az 1000 párosra válogat, és ott kell első kettőben lenni, hogy a következő világkupára kijussunk, és az lesz a döntő a páros számára, aki képviselheti az országot a milánói világbajnokságon majd. Tehát ez a válogató verseny az első, és egyben a legfontosabb is. A fő csapás irány a páros Boros Gergellyel, de természetesen van tartalékterve is Rudinak. Mindent megtesznek azért, hogy ne kelljen a B-verzióra gondolniuk. Egyes is szóba jöhet, hogyha esetleg nem sikerül a páros, akkor rá pár hétre lesz egy 4-es és egy 1-es válogatóverseny, ahol oda is kell állni, hogyha nem sikerül a páros 1-esben is, mert csak az indulhat 4-es, aki oda áll párosban is és 1-esben is. Válogató, világkupa és világbajnokság. Idén is akad szép számmal versenyekből kajakosaink és kenusaink számára. Ezúttal minden egyes megmérettetésre nagy hangsúly esik, hiszen a tét nem kicsi. Nem más, mint a 2016-os olimpiai részvétel. Így az év legnagyobb eseménye az augusztusi milánói világbajnokság lesz. Persze, hogy foglalkoztat, hát szeretnék ott lenni, de addig még tényleg nagyon sok dolog van, illetve hát nagyon fontos versenyek. Oda először ki kell jutni, és akkor utána lehet 100%-ban oda koncentrálni, nem szabad előre szaladni, mert akkor sajnos átugorunk fontos dolgokat. Úgyhogy egyelőre még a válogató versenynek megyünk neki telibe, és azt próbáljuk eltalálni. Csepel, Dunavarsány és Szolnok. Dombi Rudolf életében az elkövetkezendő időszakban több helyszín is szerephez jut, de legyen akármilyen város is, a program nem más, mint az edzés és a kilométergyűjtés.